Köszönjük szépen Tabardi Csabának, az MSZP Európa Parlamenti Delegáció vezetőjének a szavait. És ahogy mondta, nem harcra, hanem békére van szükség, ahogy a jelenlévők is inkább békében szeretnének élni, ugyanúgy valószínűleg az ATV nézői, vagy éppen a Klubrádió hallgatói is, és hát az országban nagyon sokan, valószínűleg a fiatalok is, sőt, biztos vagyok benne. Bárány Balázs! Biztosan meg lehet élni 47 ezer forintból. Igen, azt hiszem igen. A kormányváltás óta nem hangzott még el ennél vérlázítóbb mondat Fidesz politikus szájából, pedig azért mondtak már pár érdekes dolgot. Elhatároztam, hogy a nemzeti együttműködés rendszerébe vetett minden hitemet összeszedem, és megpróbálok szót fogadni. Egy hónapig 47 ezer forintból élek, és erről blogot vezetek, ahol bemutatom a tapasztalataimat. Ez politológusként külön érdekes kihívás számomra. Ma van a 21. napom. Hogy mi a cél? Bebizonyítani ezeknek az embereknek azt, hogy bár életben maradni talán tényleg lehetséges ennyi pénzből, de az élet éléséhez, ahhoz ez nagyon kevés. Az elmúlt 3 hét alatt kiderült az, ami természetesen már az elején is teljesen nyilvánvaló volt. Az, aki ma Magyarországon azt meri állítani, hogy 47 ezer forintból meg lehet élni, az nem, hogy politikusnak nem való, hanem arra sem méltó, hogy otthon belenézzen a tükörbe. Már ha egyáltalán vannak még otthon tükrök. Mi az, ami belefér 47 ezer forintba? Ha röviden akarok válaszolni, akkor tulajdonképpen semmi. Az az összeg, ami a kötelezően befizetendő számlák után megmaradt, szánalmasan kevés. Éppen arra elegendő, hogy ne éhezzek, de tulajdonképpen még arra sem igazán. Nincs ebben más, mint kenyér, egy kis főzelék, híg, leves, csapvíz, krumpli, tészta, rizs. Hús csak nagyon-nagyon ritkán, és akkor is a legsilányabb fajtából. És ez a kevés étel is mind nagyon egészségtelen, gyakorlatilag szénhidrát hátán. Sokkal hosszabb azonban az a lista, ami az elmúlt 3 hétben luxussá vált számomra. Rántott hús, mozi, újság, vonatozás, könyv, internet előfizetés, sütemény, cipő, ajándék, megtakarítás, forró csoki, vásár, új ruha, színház, egyszer igazán jól lakni. Ismeretlen fogalmak ezek 47 ezer forintból. De ez az egész természetesen nem Bárány Balázsról szól. Nincs abban az égvilágon semmi különös, amit én csinálok. Én csak meg szeretném mutatni, hogy milyen helyzetbe kényszerült ebben az országban sok millió ember. Nem csinálok mást, mint úgy élek, ahogy ők, csak talán egy kicsit több eszközöm van arra, hogy ennek nyilvánosságot biztosítsak. De van egy hatalmas nagy különbség. Én abba hagyhatom 9 nap múlva. Ők így élik az életüket. Folyamatosan éhezve, rettegve a csekkektől, azzal a tudattal, hogy nem tudják a gyereket megetetni, vagy jó melegen felöltöztetni. Hogy nemhogy a tengerpart elérhetetlen, de még a Tiszató is. Szorosan összebújva, így védekezve a kihűlés ellen. Remélve, hogy nem lyukad ki a cipő, nem önt ki a patak, nem zár be az iskola, nem dől össze a ház. De ezek általában hiú remények. Az a cipő sajnos kiukad, az iskolát bezárják, a ház pedig előbb-utóbb összeroskad. És nincs senki, aki segítsen rajtuk. Senki. Már ma is milliók élnek így Magyarországon, és nagyon sokakat fenyeget az a veszély, hogy hasonló helyzetben találják magukat. Őstermelők, bányászok, buszsofőrök, kisvállalkozók, orvosok, tanárok, közalkalmazottak következnek. A kormány pedig csak tetézi tragikus sorsukat. Mindent elsöprő arroganciájukkal, cinizmusokkal és folyamatosan éreztetett megvetésükkel az utolsókat is elveszi tőlük, ami maradt nekik. A becsületüket és a reményt. Megfosztanak minket mindentől, majd miután a hitünket is elvették, belerúgnak a szakadékba, és még jól ki is röhögnek utána. 47 ezer. Ez nem pusztán egy szám, ez egy szimbólum. Szimbólum annak, hogy milyenek ők, és hogy mit akarnak tenni velünk. Szimbólum az arroganciának, szimbólum a hazugságnak, szimbólum a manipulálásnak. Szimbólum a nélkülözésnek, és szimbólum a kilátástalanságnak. Szimbóluma a Fidesz Magyarországának. Nem. Biztosan nem lehet élni 47 ezer forintból. Köszönjük szépen Bárány Balázs szavait, és most kérem fogadják szeretettel a Magyar Szocialista Párt elnökét, Mesterházi Attilát.